Saját macskáját erőszakolta meg egy férfi. A péniszére szorult, mondta a férfi a macskáról, ez pedig elég volt egy fültanúnak, hogy a rendőrséget hívja. Fura hangokat, macskasírást és a férfi félreérthetetlen megjegyzését hallva hívták rá a rendőrséget a 40 éves. Arizóniai Michael Navagera, aki állítólag megpróbált közösülni házi állatával. A férfi nem volt hajlandó ajtót nyitni a hatóságiaknak. Amikor aztán végre sikerült bejutniuk. Mesztelenül találták a gyanúsítottak. Kezében a cicával, törölközőbe csavarva, a nemi szerve közelében. Navage azt mondta, együtt fürdött a macskával, és épp őt próbálta megszárítani, ezért tette törülközőbe. Az erőszakot tagadta, azonban a vizsgálatok később nem őt igazolták. A cica végbélnyílásánál ugyanis több sérülést, vágást találtak. A röntgen pedig azt mutatta, az állat korábban bél- és medence sérüléseket is szenvedett. A férfi tárgyalása állatkínzás vádjával április 1-én lesz. Addig is $100 bírságát kell kifizetnie. A házkutatás során ugyanis többféle kábítószert is találtak nála.